És ne kérem Facsor András igazgató urat, értékelje az elmúlt tanévet, és adja át a jutalmakat a szorgalmas és kitartó diákok részére. A 2022-23-as tanévet 18 osztályban 272 nappal is tanuló kezdte meg szeptember 1-én. Nem is féltünk volna el itt a dísztéren, ezért csak a 9. évfolyam 108 tanulója állt ezen a helyen. A kollégiumban 23 tanuló kezdte meg az új tanévet. Tanév végére lecsökkent a létszám, hiszen a végzősök már elballagtak, és többen már nyári munkán dolgoznak. Hosszú és tartalmas volt a tanév. Igen sokáig tartana mindent felsorolni, ezért néhány esemény kiragadásával idézzük fel most a 2022-23-as tanévet. A 9. évfolyam tanulói átvezető héttel kezdték a megismerkedést az iskolával, az oktatott szakmákkal, az osztálytársakkal és az oktatókkal. Számukra a 9-es vetélkedő volt az első megmérettetés, melyen bár mindenki nyert, a legtöbb pontot a 9A osztály nyerte, szerezte Kis László osztályfőnök vezetésével. Szeptember 30-án szerveztük meg a diáknapot, amikor az iskola egy hatalmas játszóházzá alakult át, hiszen a diákok nem csak egymással, de tanáraikkal, oktatóikkal is együtt versenyezhettek. Október 14-én tartottuk meg 63 végzős diákunknak a szalagavató ünnepséget, hagyományok szerint a Dériné Művelődési Központban. Nagyon rövid idő állt rendelkezésre, de szerencsére egy színvonalas műsorral és táncokkal emlékezetessé tettük az ünnepséget. Az egyik legemlékezetesebb esemény, amelyen ti is részletetek, nagy számban a Marfői Városi Szabadidőskör szervezésében megtartott 12 órás vetélkedőn való részvétel, melyre Szepesi Tibor városunk polgármester is ellátogatott, és ezzel pontokat szerzett csapatunknak. A Ki tud többet az 1848-49-ről elnevezésű hangulatos vetélkedő győztes csapatait 9B, 10A, 13EU egynapos kirándulással jutalmazta a Szaki 2000 alapítvány, amely számos más rendezvényt is támogatott. Illetve sok osztály tanulót jutalmazott a tanév során. Az alapítvány a forrásait adományokból, felajánlásokból és a márciusban megrendezett szakmabál rendezvény bevételéből gyarapítja. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk támogató tevékenységért Fodor Csaba oktatónak, az alapítvány kuratóriumi elnökének és Kis Attila szakmai igazgatóhelyettesnek, kuratóriumi tagnak. Az iskolai programokon, rendezvényeken minden résztvevő nyer jó kedvet, hasznos időtöltést, barátokat, élményeket. Aki benne volt, tudja, aki nem volt benne, jövőre kipróbálhatja. Igen aktív tevékenységet végez az iskolai diákönkormányzat, nekik is számos ötletet, programokat köszönhetünk, többek között az utolsó napon megvalósított főzőversenyt. Köszönöm a DÖK húzó embereinek, Péter Bencének és Balogh Dávidnak a lelkes munkáját. A programok mellett számos szép eredménnyel büszkélkedhetünk. Szép eredményekkel zárult a Kunhegyesen megrendezett Nagy Kunkupa, melyen minden résztvevő 120%-ot nyújtva lelkesen versengett. A vizsga eredmények közül kiemelkedő Balogh Krisztiánnak, aki ma már szakképzett festőmázoló tapétázó, a szakma kiváló tanuló versenyen elért első helyezése, melyhez újra megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak neki és a felkészítő oktatóknak, Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezetőnek és Gyarmati István oktatónak. Krisztián teljesítményét a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara, Karcagváros önkormányzata is elismerte, sőt az országházba is kapott meghívást.